műsor kiemelt támogatója a Marosvásárhelyi Toyota. A vendéged leszek, s te a vendégem. Lássuk, ki fogad most engem. Jó napot, megjöttem. Jó napot, megjöttem. Manapság nem igazán találkozunk olyan emberekkel, akik csak egy dologgal foglalkoznának, és akik szerteágazó feladataik közepette ne lennének túlterhelve. De ritkán bukkanunk olyan emberekre is, akik túlzsúfolt mindennapjaikban nem kis energiát fordítanak különböző szociális projektek megvalósítására. Mai adásunk egy ilyen emberről szól. Munkáiról már sokat hallhattunk, de távolról sem mindent. Fazakas Szabolcs, a legendárium animációs mesék atya, a Szelkefürdői Mini Erdélypark megálmodója. Reméljük, ma lesz alkalmunk kideríteni, hogy mi fér még bele az életébe, honnan merít ennyi mindenre energiát, és minek köszönhetjük elköteleződését a közösség felé. Igazi főhőssel találkozom ma, tartsanak velem! Itt vagyunk a Rajzfilm stúdió épületében, és a legendárium székház. Hányan kezdtétek? Maga az három volt, csak úgy lassan bővültünk. Most ilyen 28 fős a maga rajzfilm készítő csapat. Ez az amerikai tanárunk, ez a Ken Fantin. Ő Amerikából jött ide tanítani minket. Itt van például egy storyboard, mint a filmszalagot, hogy összeragasztottam, ilyet kacagták a srácok, de ebből jön a rajzfilm. Hát úgy tudjátok meg, hol volt, hol nem volt, de volt egyszer olyan is, hogy nagyapátok kicsi legény volt. Akkoriban a tündérek még az emberek közt éltek, s nagyapátok jó barátságban volt egy Firtos nevű jóságos tündérrel. Megszerette ezt a vidéket Firtos, elhatározta várat épít. A környéken lakó emberek mindegy szálig oda sereglettek, hogy segítsenek neki. Ott sürgött, forgott nagyapátok is, s hogy ne csak lábatlankodjék, kapott Firtostól egy furuját, mert ugye szép muzsika szó mellett a munka is jobban megy. Gyere, nézd meg a stúdiót, ahol készül a műhely gyakorlatilag. Budapesti Filmművészeti Egyetem, aztán operatőrként dolgozol. Igen. Tehát, hogy eleve ez volt a terv, hogy ki és haza? Én hazajövős fajta vagyok, igen, tehát, hogy igen, haza akartam jönni. A szokásos 10 évet lekínlódtam, de minden átmentem, amint csak egyszer lehetett, ilyen gazdasági keresztségen minden volt. Kudarc is, meg siker is. Aztán jött a legendárium ötlete Brüsszelbe, kaptam egy ilyen érdekes térképet. De kimentél operatőrként? Igen, újságíróként, operatőrként voltam Brüsszelben, Winkler Gyulával dolgoztunk, és ott a parlamentben adtak egy térképet, ami nem volt rajta Erdély, tehát úgy lefelejtettek róla. Úgy ennek is betudom ezt az egész legendáriumot, mert ugye azt mondtam, hogy Erdélyt meg kell mutatni, Székely legendák a Drakulával nem összehasonlíthatóak, és kint meg eléggé úgy beszélnek rólunk, hogy mindenki drakulázik, ha Erdély szót hallja. Egyszerűen zavart. Ez gyerekkorom óta ugye szerettem a legendákat, tehát nagyon sokat kalandoztam ezeken a helyszíneken, amikről most a rajzfilmek is szólnak, tehát ismerem. És a hiány érzetem is volt, mert a gyerekeknek nem adták át megfelelő mennyiségben ezeket a mondákat. Tisztelet a kivétel. Azt a verágot látod-e? Hajdanán a világnak kezdetén, amikor a jóisten a földet teremtette, s mindenféle anyagnak bőviben volt. Legelőször Székelyföldet teremtette. Ez abból is látszik, hogy nincs a világon annyi tündér, manó, ördög és óriás, annyi égbe nyúló hegy, suhogó erdő, földből feltörő borvíz, felhők fölé meredő szikla, mint amennyi ezen a tájon. Ott lebegett a nagy üres semmiben, menny és pokol között, s gondolta, ha már elkezdte, legyen kerek, s megteremtette hozzá a föld golyót. És az emberek, akik ezen a legendás tájon laknak,
ők is furcsák és különösek. Találékonyabb népet még nem ismert a világ. Fenyőfából pálinkát készítenek, a pityókából meg bort, baltával faragnak székelykaput és fából vaskarikát. És úgy szeretik bicskájukat, hogy még az írásukat, a róvásírást is hozzáigazították. Most a legendáriumra nagyon sok oktató is felfigyelt, használják, szeretik. Oktatók kértek annak idején, hogy a térkép után adjuk ki a könyvet, hogy tudják akkor ezt tanítani. Tehát egy jó együttműködés volt ez a szülőkkel és a tanárokkal, tanítókkal, ez a legendárium könyv létrejötte. Ma 60 ezer példányba kelt el már, sokan szeretik, és családok is otthon. Tehát gyerekeket, a térkép így a gyerekeket arra készteti, hogy érdekelj őket a legenda, és akkor kinyitják a könyvet, hogy szülőkkel elolvastatják, vagy elolvassák ők. Úgyhogy innen indult a legendárium, aztán ugye rá pár évre indult a rajzfilm projekt, ugye hát 4 évig kínlódtunk hárman egy rajzfilmen, aztán így a szépen itt a csapat most már megvan, és gyorsabban készülnek az epizódok, hál' Istennek. Mi az, amit még nem értél el? Tehát van ugye a legendárium, akkor lett a Mini Erdély Park, akkor ott most már lett látogatóközpont, bővül a Lego birodalmas helyjel, a Bogár Parkkal. Mi van még? Tehát biztos vagyok benne. Merjek egyébként ilyet kérdezni, vagy itt maradunk estig? Hát nem maradunk estig. De sorolom. Én most már úgy vagyok, hogy ezt amiket itt elkezdtünk, ezt tökéletességre kell vinni, mert sok munka van vele. Az a helyzet, hogy igen, itt terv van, de van egész estéssel, Szim Orbán Balázssal, egy krimi, tehát itt akarok azért én itt a rajzszímes projekteket még kicsit úgymond bizgarálni, tehát itt vannak azért nekünk olyan jó székely témáink, mint az Asterix és Obelix hangulatú rajzfilm, tehát itt a tatárállásos legendák jó viccesek, az egy ilyen régi álmom, aztán van egy ilyen Attila projekt is, Attilával rajzfilm, sok minden van, azt kell megnézzük, mit igényel a piac is, tehát ezeket ugye most már a stúdió felnőtt ahhoz, hogy piaci alapon tudjunk dolgozni. Tehát itt volt egy olyan kőkemény 5 év inkubálás, amit azért muszáj volt, mert Székelyföldön nem volt ennek hagyománya. Tehát az amerikaiak, ők ugye meg több mint 100 éve animálnak, Magyarországon, Anyaországban is ugye azért annak is 1930-as években ott már azért elindult egyfajta gyártás. Itt Székudvarhelyen nem mondhatjuk. Beszéltünk róla. Erdélyben vannak animátorok, ilyen önálló művészek, meg vannak különböző tehetségek, akik kint dolgoztak stúdiókban, de nem volt itt rajzfilmgyártás. Tehát itt meg kell teremteni az alapjait ennek a stúdiónak. Mi volt eddig a legjobb visszajelzés, ami leginkább jól esett? Hát nekem ezek a legjobb mondatok a szülőktől az, hogy rongyosan néztük a rajzfilmet. És Szabolcsnak melyik a kedvence? Nekem? Hát őszintén legyek, nekem a legelső a kedvencem, bár nyilván technikailag, meg rendezésileg, meg animáció szempontjából nyilván az egy más kategória, mint ma, de az volt az nagy élmény, amikor ugye a Lumière-éknél jött szembe a vonat, megijedtek a nézők, nekünk meg az volt a nagy élmény, hogy Székely legenda megmozdul a vásznon. Hol volt, hol nem volt. Valahol az égbolt egyik szegletében, ahol Csaba királyfi csillagösvénye a tejút kezdődik, a Kárpát-kanyarban éltek és élnek ma is a székelyek. Ezen a vidéken az eget valaha sárkányok uralták, a hegyeket óriások faragták, tündérek fakasztották a gyógyerejű források vizét, a sűrű erdők közé ördögök hasítottak völgyeket. A legendáriumban a legendákat én válogatom ki az epizódokhoz, utána adom át az írónak, úgyhogy én is minden másodpercét ismerem kívülről a rajzfilmeknek. Hol vagyunk? Hol vagyunk, nagyapa? Nézzétek! Róvásírás! De mennyi! Túl vagyunk a rajzfilm stúdión,
és azt hiszem, hogy onnan indult minden varázslat, na de közben megszületett ez a mini erdőipar, ami között mi most itt sétálunk, de hogy ez nem csak ennyi, itt rengeteg minden van. De akkor meséljük el az elejétől, jó? Hogy akkor honnan jött az ötlet, hogy nem elégettél meg magával a rajzfilm stúdióval, meg a legendáriummal, hanem folytatni akartad. Hát itt az egész székelyfürdői projekt az ott kezdődik, hogy én Szombatfalván nőttem fel a városnak a székelyfürdő felüli részén, és gyerekkoromban gyakorlatilag szinte minden nap itt voltam a székelyfürdőn, itt játszottunk, fürödtünk, úgyhogy elég komoly kötődésem van ehhez a helyhez. Aztán a 90-es évek után pedig végignéztem, hogy itt hogy lerobban minden, úgy nem érdekelt senkit a szószoros értelemben, tehát se az embereket, se a várost. Aztán egy olyan jó 5 évvel ezelőtt nekifogtunk a Mini Erdélyparknak, hát egyszer jöttem az ötlettel, persze sokan félreértették, Disneylandet akarok, akkor mondtam, hogy szeretnék egy vonatot, akkor azt hitték, hogy egy nagy vonatot akarok a Szelykére, úgyhogy volt itt mindenféle, az emberek ilyenkor ugye kreativitás beindul a fantáziájukba. A lényeg az, hogy ez a Szelykefürdőn, hát a Mini Erdélyparknak azért is van helye, mert egy olyan erdét mutatunk, a Kincses Erdét, ugye, hát Kincses Kolozsvár után azért Kincses Erdélyünk is valamint látható, amelyet Orbán Balázs láthatott és írt róla, és körülbelül az ő korát idézzük, tehát ezek az erődítmények, kastélyok, templomok, vártemplomok, az ő korában azért picit más kép néztek ki, így van. Úgyhogy és azt is mondtuk, hogy az Orbán Balázs szemével mutatjuk be Erdélyt. A mai ember számára ez egy jó példa arra, hogy milyen kincsen ülünk itt Erdélybe, és hogy ha ezekkel a műemlékekkel foglalkozunk, akkor milyen szép lehet továbbra is, hogy újra Erdély. Orbán Balázs idejében 1880-as években itt a Székelyfürdőn 450 ember szállásoltak el, fürdő, gyógyfürdő működött. 90 után gyakorlatilag egy embert se szállásoltak el, ugye a strandot bezárták. Most már elértük azt, hogy a Mini Erdélypark most egy fontos turisztikai szereplő lett a környéken. A tavaly 107 ezer ember volt, tehát 107 ezer látogató, plusz még ingyenesen beengedtünk árvaházakat, meg iskolacsoportokat, akik határtalanul programmal jöttek. Inkább beengedtük, csak a gyerekek nézzék meg, mert ugye nem mindenkinek volt akkor a programban. A 2 év, amikor nyitottunk, akkor augusztus elején nyitottunk, és 56 ezer turista volt. Ez a szám, ez folyamatosan növekszik. Ugye itt a Covid miatt is ugye jöttek az emberek, de nem baj. Most már a kilincset adják egymásnak a látogatók. Jó, tehát tényleg jó érzéssel mennek el innen nem csak a magyar, hanem a román ajkú emberek is. Tehát ez azt is mondhatnám, hogy a Párbeszéd parkja lettünk. Mit jelent számodra ez a hely? Tehát most azért hallottuk, hogy mit jelenthet ez Erdélynek ez a hely, meg mit jelenthet akár Romániának, mert azt mondjuk, hogy a Párbeszédek parkja, de neked? Hát nekem a szívem csücske végül is, mert tehát én ezt itt, hogy mondjam, mondtam a kollégáknak is, hogy én amikor ez a park, amikor megnyitottuk, én már nem örültem, hogy megnyílt, mert már előtte örültem, amikor kitaláltam. Őszintén annak örvendek, hogy tényleg 42 kollega van, aki a Rajzfilm stúdióban meg itt is dolgozik, tehát lehetőségünk van itthon maradni. Mert szerintem, ha nem lennének ezek a dolgok, akkor itt sokan lehet én is elmentem volna itthonról. Thank you.
világ legjobb munkahelyeit látod itt kint a szabad ég alatt. A legnagyobb székely. Hát, Orbán Balázsról mondják legnagyobb székely. Minden évben gyönyörűen megkoszorúzták, óriási beszédeket tartottak a sírjánál, meg a szobránál. Ezek mind szép és jó, de a legnagyobb székelynek nem volt egy látogató központja. És hát azt mondtam, ezt meg kell tegyük. Mi aztán magánkezdeményezésből elindult, bekapcsolódott helyi múzeum, mindenki. Most már látják azt, hogy igény van egy ilyen állandó kiállításra. Négy terembe szerveztük a magát az Orbán Balázs anyagot. Összesen három notesz van, ami Orbán Balázsé volt, és semmi tárgy nincs tőle, tehát nulla örökség. Egyszerűen halála után semmit nem őriztek meg. Úgyhogy itt van az előélet, a családfa. És egy huszárkar, de azt is úgy kaptuk Magyarországról ajándékba. Ez itt az országgyűlés annak idején, és itt az országgyűlési beszéde hangzik el egy hologram segítségével. Itt vannak a híres magyar parlamenterek, akikkel ő annak idején együtt dolgozott. Én azt hiszem, hogy a székelységnek szerepem még nincs lejátszva. A beszéde annyira aktuális, hogy amit ott elmondta volna a parlamentben. Tehát. Nagy nemzeti bűnkövetünk el, szívülne népet figyelmetlenül pusztulni hagyjuk. Itt megint a kalandozásai ugye a világba, Székelyföld leírása. Ez a fényképezőgép, ez működőképe, hát úgy működik, ha van benne egy tablet, a fotói főnök rak egy alkalmazásba, a gyerekek mozgatják, és akkor látják azokat a fotókat, amiket ő készített. Mert ez tényleg a fényképek az öröksége, és ez a három notesz, amiről meséltem. Az ablakon meg kell nézni. Ott dolgozik Orbán Balázs, de itt a lyukakon is gyerekek be tudnak kukucskálni, aki nem éri fel az ablakot. Az eredeti fotó műhelyen nem voltak ilyen lyukak, akkor nem tudta volna előhívni a filmet, ugye tudjuk, de itt van. Ez most csak egy hologram. És ezt az animációs stúdió munkatársai készítették ezt az animációt. Sok mindent elmondtál Orbán Balázsról, meg azért itt láthatjuk, hogy milyen birodalmat építettél fel, na, de ezen túl is azért kíváncsi vagyok a Szabolcsra, arra a Szabolcsra, akit, hogyha felhívok telefonon bármilyen szociális projekttel kapcsolatban, akkor meg se hallgatja, hogy miről van szó, csak azt mondja, hogy igen. És tudom, hogy a városban is, meg azt gondolom, hogy Erdélyben téged így ismernek, hogy minden hely, ahol segíteni kell, akkor ott a te neved felmerül, és jogosan, mert mindig az ügyek mellé állsz. Na, de hogy fér bele emellett, meg család, meg magánélet mellett az, hogy még mindig igen mondasz mindenre? Hát megint visszatérek a jó csapathoz, valakire rábízom a dolgokat. Tehát én kitalálom, néha a kollégák így, mikor tudják, elmegyek valahol a külföldre, akkor tudják, hogy egy újabb ötlettel jövök haza. Így történt tavaly decemberben is. Félek elengedni külföldre. Tavaly decemberben is elmentünk egyet külföldre, és akkor hazajöttem egy ilyen Lego műhely ötlettel, és akkor azt már nyitjuk is a két hónap múlva. De az a helyzet, hogy van idő, tehát arra, amire kell, mindig kerül idő. Én most már a munkámnak a nagy részét elvégeztem, működik már, most már a Minérdé Park működik magától. Nyilván az apró részletekre figyelek, tehát vannak azért séták a parkba, átnézzük a részleteket, mert az fontos nekem. Én úgy vagyok, hogy mindenben mindig a részlet számomra a legfontosabb, tehát nem az elnagyolás, hanem a pici apró részlet. Az emberek ezt nem mindig látják, csak jól érzik magukat a részletekbe. És akkor ezekre figyelek. Az, hogy valakin, meg valakiken segíteni, vagy odállni a jodók mellé, az egyértelmű. Tehát ez alap nálam is. Úgy vagyok vele, hogy engem is annak idején segítettek emberek, ezt nem szabad elfelejteni. Tehát azért segítettek nekem, hogy majd én is tudjak másoknak tovább segíteni. Ha ez így működik, akkor remélem, hogy akiknek mi is segítünk, vagy én segítek, majd azért nem felejtik el, és tovább viszik ezeket a jó szokásokat. Szabolcs, megtalálod magad ebbe a rengetegbe? Tehát, hogy hol vagy ebbe te, ami csak rólad szól, ami nem Erdélyről, nem a gyerekekről, nem rólunk, hanem rólad szól. Hát igyekszem, tehát végül is nekem fontos az, hogy a kisfiammal lehetek, meg sportolok, tehát ezek azért megvannak ezek az idők, meg,
meg azért a párommal is vagyok, tehát van időm ezekre. Mondom, meg tudtam teremteni azokat a körülményeket, amelyek ezt biztosítják. Ez csak úgy lehet, hogy van, akire rábízzam olyankor az egész minierdéparkot. Tehát most az elején nem tudtam megengedni magamnak, hogy egy hétvégére elmenjek, most már meg tudom engedni magamnak nyugodtan, mert itt van a csapat, a keresztfiam is most már, tehát azért ezek jó dolgok, hogy az ember számíthat a munkatársaira. Kiemelt támogatója a Marosvásárhelyi Toyota.